Nyitott bíróság, Magyar Falu Program, személyi jövedelemadó bevallás, esélyegyenlőség program felülvizsgálata. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 16-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai is részt vettek a Nyitott Bíróság programon, melynek keretében a karcagi járásbíróságon folyó munkába kaphattak betekintést. Házi Dóra diákot érdekli a jogi pálya. Ezért is jár magyar történelem tagozatra. Mivel céljai között ez a pálya szerepel, ezért is jelentkezett erre a bírósági nyílt napra. Magyar történelem tagozatos tanulóként nagyon érdekel a jogi szakma, és szeretnék ezzel tovább tanulni, és nagyon jó irányzatnak találtam azt, hogy elmenjek erre a nyílt napra. Elmondása szerint ez a nap jó alkalom volt arra, hogy megismerkedjen a bírósággal. Megmutatták nekünk a nyitott bíróságok termét, betekintést kaptunk a jogszabályokba, a bűncselekményekbe és azoknak a következményeibe is. A nap során betekintést kaptak a bíróságon folyó munkába, és a program végén interaktív szerepjátékba is bújhattak. Ő ügyész volt, de szívesen kipróbálta volna a bíró szerepét is. A program végén egy interaktív szerepjátékba bújhattunk, ahol magunkra vetettük a bíró, az ügyész és a vádlott szerepét is. Én személy szerint ügyész voltam, de nagyon szívesen kipróbáltam volna a bíró szerepét is. Mivel érettségi után jogi pályára készül, már kezd hozzáolvasni a jogi dolgokhoz is. Így például római jogot olvasgat, mert szeretne felkészülten menni majd a felvételire, de addig még sokat kell magyarból és történelemből is tanulnia a gimnáziumban. A magyar kormány kiemelten támogatja a magyar falvakat a Magyar Falu program keretében is. Berekfürdő is sikeresen vett részt a pályázatokon, így tovább fejlődhet a karcagiak által is kedvelt település. Tovább fejlődhet a karcagiak körében is kedvelt fürdőtelepülés Berekfürdő. A település a Magyar Falu programban pályázott sikeresen, többek között utak és járdák is megújulhatnak. Néhányat mi is megpályáztunk és meg is nyertünk. Ezek közül kezdem azzal, ami már kész van. Elég sok olyan utcánk van, ami vagy nagyon régi aszfalt van, vagy egyáltalán nincsen aszfalt, sőt, még olyan is van, ahol útonapunk sincsen. Itt pályáztunk az utak aszfaltozásába, és egy olyan hosszabb utcát tudtunk leaszfaltozni, a Nagy László utcát, ami viszonylag nagy a belső forgalom, és így reménység szerint a fő utcáról is levesz valamennyi belső forgalmat. Tehát egyszer ez az útaszfaltozás, ez egy régi vágyunk, hiszen önerőből ezeket nagyon nehezen tudnánk megvalósítani, ezek nagy költségű beruházások. Az egyik pályázatnak köszönhetően az üveggyár területén is fejlesztések kezdődnek. Másik, ami folyamatban van, az megint egy régi vágya a településnek, amire régebben nem sok esély volt. A nagy szomorúságunk, hogy az üveggyár az gyakorlatilag megszűnt nem csak a termelés benne, hanem az épületnek a túlnyomó többségét is a korábbi tulajdonos lebontotta. De ez sosem volt önkormányzati tulajdon. Most ennek egy részét sikerült önkormányzati tulajdonba szerezni. Azt a részét többek között, ahol van néhány megmaradt épület, ebből a legjobb állapotú az a régi étkező volt, de ez sem volt használható. Azt Berekfürdőn beindult egy gyerekek részére egy birkózó szakosztály, Kuruc István szervezésében, és ők ezt az épületet társadalmi munkában, ezt használható állapotba hozták, amennyire lehetett. Tehát belül kitakarították, kifestették, amit lehetett, megcsinálták. Viszont semmilyen közmű nem volt benne, mindent lekötöttek az előző tulajdonos idejében, tehát nem volt benne víz, villany, gáz, hűtés lehetőség, semmi. Most a Magyar Falu programból erre az épületre tudtunk annyi pénzt pályázni, hogy ezeket a legfontosabb dolgokat, ezeket meg tudjuk belőle csinálni, tehát ez most folyamatban van, a közművek visszaállítása, helyreállítása,
egy normális nyílászáró beépítés és belső világítás, belül is a vizes rendszernek a helyreállítása. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotban volt az, hogy durván 7 millió forintot kell erre költeni, és még csak ennyire jutunk belőle, de legalább ez folyamatban van, és meg lesz. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik eddig nagyon sok társadalom munkát tettek bele, hiszen én nagyon fontosnak tartok minden beruházást, de ettől még fontosabb az, hogy egy közösség az éljen. Nem önmagában a beruházás a lényeg, hanem azért a közösségért, és ha ez összekovácsol egy társaságot, ez mindenképpen nagyon jó. A polgármester elmondta, hogy a falu saját erőből nem tudott volna olyan eszközöket venni, amellyel a közterületeket karban tarthatják. A Magyar Falu Program erre is lehetőséget biztosított. Nyertünk még eszközbeszerzést a közterület karbantartására. Ez még nem érkezett meg. Itt tulajdonképpen egy úszaseprő gépet nyertünk. Megrendeltük, nagyon várjuk, hogy megjöjjön, hiszen nagy segítség lenne a közterületek karbantartásánál. A település járdaépítésre is nyert pályázati forrás, de megújul az óvoda is. Van még járdaépítésre nyertünk egy kisebb összeget, ezt majd tavasszal tudjuk csak csinálni. És az óvodánál ott is egy kb. 10 millió forintos összeget nyertünk az óvodának a hőszigetelése, elsősorban a hőszigetelése külső tatarozása, egy minimális tető felújítás van még benne. Ezt is inkább tavasszal tudjuk csinálni. Ez is nagyon jó, hiszen ott megtakarítások lesznek majd az üzemeltetésben. Molnár János elmondta, hogy a pályázati források nagy segítséget jelentenek a vidéki településeknek. Beregfürdő viszonylag jó anyagi helyzetben van, de a saját forrásból ilyen nagyságrendű beruházásokat, fejlesztéseket nem tudna megcsinálni. Még Beregfürdőn is nagyon érezhető ez a segítség, pedig bárkivel beszélek, és én magam is látom, de más polgármesterekkel beszélve, vagy más településen járva, látjuk, hogy Beregfürdő viszonylag jó anyagi helyzetben van hasonló méretű településekhez képest. Az is igaz, hogy nekünk a bevételeink, a plusz bevételeinknek egy jelentős részét, szinte az egészet vissza kell forgatnunk az idegenforgalomra, hiszen most már abból élünk, ha nem forgatjuk vissza, akkor az idegenforgalmunk is romlani fog, tehát ez elemi érdekünk. Úgyhogy amennyire több pénzünk van, az el is megy, de ez nem a panasz, ez inkább az öröm, hogy ez a lehetőségünk megvan. De a kérdésre visszatérve, önerő az nagyon minimális, amit már ilyen dolgokra is lehet fordítani. Tehát Beregfürdő is, és más hasonló kis település is szinte csak a pályázatokból tud előrelépni. Az üzemeltetés, fenntartás az megvan, de pályázatok nélkül előrelépni az nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen. A Magyar Falu Program a kormány tervei szerint idén folytatódik. Elindult az idei e-személyi jövedelemadó rendszer, már minden aktuális bevallási információ fent van a Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV honlapján. Az adóhatóság közleménye szerint január 8-tól elérhető a 19-es SZIA személyi jövedelemadó bevallás nyomtatvány és a kitöltése szükséges felület. Azok, akik maguk készítették el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami legegyszerűbben a NAV e-SZIA oldalról a képernyőn olvasható címről érhető el. Az elkészített bevallásokat elektronikusan be lehet küldeni. A NAV felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem, az ügyfélkapu nyújtja be a bevallást. A nyomtatványt ki lehet tölteni az általános nyomtatványkitöltő programmal, vagy akár papír alapon is. A papír alapú kitöltéshez szükséges üres bevallási nyomtatványt és kitöltési útmutatót ki lehet nyomtatni a NAV e-SZIA oldalról, illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akinek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán a bevallásukat. A NAV idén minden adózónak, magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet. A magánszemélyeknek és azoknak a tavalyi egész évben katás vagy
evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és kaptak munkabért, ez nem más, mint az SZI a köteles bér, automatikusan bevallássá válik az SZI a bevallási tervezetük, ha önállóan nem nyújtanak be SZI a bevallást. A főállású egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és az áfás magánszemélyeknél nem működik ez az automatizmus, nekik ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt a beküldés előtt mindenképpen ki kell egészítenük a jövedelmi adatokkal. Az SZIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20-a. A saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti ügyfélkapun keresztül, a képernyőn olvasható címen és a www.magyarország.hu-ról elérhető e-SZIA oldalon. Aki nem használ ügyfélkaput, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását. SMS-ben a 0630 344 4301-es telefonszámon, a NAV honlapján elérhető űrlapon, levélben, formanyoltatványon. Telefonon a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálaton. Az SZIA 1+10%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is, közölte a NAV a Karcag Televízióval. A képviselőtestület 2019. februárjában megalkotta és elfogadta a jelenleg hatályos helyi esélyegyenlőségi programját. Az esélyegyenlőségi program 4.4 pontja foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyermekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlőségével, azonban nem tér ki arra, hogy mit tesz az önkormányzat a hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás-képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek felszámolására. A tankerületi központ a települési önkormányzat helyi egyenlőségi programját is figyelembe véve alkotja meg a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedés tervét, ezért célszerű a város esélyegyenlőségi programját is kiegészíteni. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a települési önkormányzat annak jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az Európai Uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó egyedi döntések alapján nyújtott, pályázati úton odaidélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e-törvény rendelkezéseinek megfelelő társulás esetén valamennyi település önkormányzat hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Ennek megfelelően a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete először 2013-ban alkotta meg Karcag helyi esélyegyenlőségi programját, amely 2015-ben és 2017-ben felülvizsgált, majd 2019-ben határozattal elfogadta a jelenlegi hatályos helyi esélyegyenlőségi programot. Az esélyegyenlőségi programban kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról a gyermekek esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közoktatási esélyegyenlősége tekintetében az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére. A képviselőtestület jogszabályi kötelezettségének eleget téve minden évben megtárgyalja az iskolák felvételi körzeteire vonatkozó javaslatot. Idén a képviselőtestület november 28-ai ülésén tárgyalta a karcagi általános iskolák felvételire vonatkozó javaslatát. Az esélyegyenlőségi program egyik nagy témaköre a gyermekek helyzete. Esélyegyenlősége, gyermekszegénység ezen belül külön foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyermekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlőségével. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól külön rendelet határoz. Ilyen A. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai iskolai ellátása.
B. A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, például iskolára, óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma. C. Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás-képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek. D. Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutató eltérések. Továbbá pozitív diszkrimináció, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. Mivel azonban a tankerületi központ, a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve alkotja meg a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét, ezért célszerű a város esélyegyenlőségi programját is kiegészíteni. Tájékoztat a televíziókat Dobos László, Karcagváros polgármestere. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra nézhetik a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!